Igen, és akkor megyünk tovább. Itt van velünk a stúdióban az a személy, akit általában, tehát így szőnyegszélre szoktunk állítani azért, hogyha valami nem működik, legfőképpen a lefedettség tekintetében. Úgyhogy Muhy Miklós, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és tudunk egy kicsit beszélgetni. Ha máshol nem, akkor legalább egy élőadásban meg tudjuk beszélni a heti munkánkat. Így van, ez mindig azért jó, mert egy kicsit, hogyha tudok paradni, és még van egy kis időd, ez mondjuk kevesebb szokott lenni, akkor azért el tudjuk beszélni a jelenlegi státuszt és a terveket. Mindig van valami apropója ennek. Mindenféleképpen kezdjük a megbeszélésünket akkor azzal, hogy az elmúlt héten, tehát átállt új rendszereket üzemelt be a magyar az Antenna Hungária, ez a mindig TV extra szolgáltatás? Alapvetően az a baj, hogy ennek a technikai hátterében én sem vagyok teljesen otthon, de egy új kódolást vezetett be az Antenna Hungária, és emiatt ugye a földfelszíni műsorok más helyre kerültek az eszközön, tehát ez talán egy hete beszéltük róla, hogy ilyenkor mindenféleképpen újra kell programozni majd ezeket a set-top boxokat. Tehát, hogy... És egy másik jó hír is van, tehát hogyha valakinél az a set-top box az egy fekete doboz, tehát aki esetleg ezt még nem jegyezte meg az elmúlt években, de hát hogy ezt a fekete dobozt, hogyha nem sikerült újra hangolni, akkor viszont maga a szolgáltató, tehát ingyen bérmentve kicseréli. Így van, ezt megteszi, viszont tényleg magák a mostani eszközök már automatikusan felajánlják ezeket az újrahangolásokat. Hát egyetlen egy van, hogy amikor akkor vannak ugye kedvenc beállítások, hogy tényleg az első egyes helyre tették a Bólum TV ott legyen, akkor ennek a beállítását ezt meg kell tenni, megint szólni kell majd rokonnak, ismerősnek, szomszédnak, aki esetleg annyira nem ért ezekhez a technikához, és ő biztos, hogy fog tudni neki segíteni, és én azt gondolom, hogy egy 5 perces beállítás kérdése a távirányítóval, és onnantól kezdve ez megoldott. És hát a reményeink igazából azok töretlenek, tehát az első hely a az első hely, így van. De az, hogy talán már jobb lesz a földfelszíni vételi lehetősége is a csatornának, hiszen korábban voltak olyan visszajelzések, hogy valahol csak tetőtéri antennával volt fogható maga a csatornánk, de most már, ha jól értettem a múltkori technikai megbeszélés, hogy akkor ezek már javuló tendenciát mutatnak. Igen, én úgy tudom, hogy ezeknek a műszaki fejlesztéseknek ez is egy célkitűzése volt, hogy minél nagyobb területen, minél jobban elérhető legyenek a csatornák. Itt alapvetően nem csak a Bólum TV-ről van szó, hanem mindenkiről, akinél esetlegesen olyan, hogy is mondják, ez multiplexben volt, hogy ott elérhető lesz. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy erősebb vételi lehetőség. Így van. Tehát akkor már sok helyen, ahol esetleg eddig nem volt erre lehetőség, arra viszont van lehetőség, hogy akár szobaantennával. Így van, így van. Ez viszont óriási ilyen szempontból, hogy az, hogy egész ország is az földfelszíni frekvencián fog. Így van, nem áll meg az ország határnál, és erről nagyon sok visszajelzést kapunk, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a felvidéken is, és Kárpátalján is különben nagy antennát kellett építeni ahhoz, és meg is tették azt, hogy 20-30 kilométerre a határ mögött is el tudják érni a Bólum TV-nek az adását. Hát igen, azt hiszem, hogy ez egy nagy vívmány, és az is akkor elmondhatjuk, hogy hát nagy, egyre szűkülő lehetőségekkel, de jövőre is ott lesz a kínálatában a csatorna, tehát a Mindig TV Extrának. Így van. Lesz majd még különben egy nagyobb változás majd az Antenna Hungáriánál, ugyanis szeptembertől újra struktúrálják a csatorna kínálatukat. Ez azt jelenti, hogy lesznek csatornák, amik kikerülnek különben, és a Bólum TV ez nem lesz közöttük. Tehát a lényeg az, hogy akkor egy csatorna félreértető legyen, tehát hogy ott leszünk, tehát nem kerül így ki. Így van, viszont új csatorna struktúra kerül ez. Majd kialakításra. Tehát ez most zajlik, hát igen, tehát fejlődnek a technológiák, ezeket nekik is le kell követni. Ez egy jó hír, és akkor ha jól értettem, hogy akkor több lehetőség lesz, mert 2 szolgáltatás van. Van az Extra és a Mindig TV,
Tehát a Mindig TV önmagában és a Mindig TV Extra, a Mindig TV az, ami díjmentesen érhető el mindenki számára, aki rendelkezik a technikai feltételekkel, és akkor ott viszont többet lesz jelen a televízió. Így van, nagyon nyitottak voltak, és megbeszéltük a különböző csatornanyitásokat is. Most várják különben tőlünk majd az időpontokat, hogy melyikek azok az időpontok, amikben mi mindenféleképpen szeretnénk megjelenni, ez úgyis majd a csatorna vezetésének lesz döntése. Én is várom majd tőlük. Kíváncsian várom. Ugye eddig az volt a tendencia, arra volt lehetőség inkább, hogy mindig a nagy héten, a húsvéti időben, nagybőti időben voltunk ott a Mindig téven. És azt hiszem, hogy ezt a jövőben is meg tudjuk tenni, hogy a legfontosabb ünnepünkön akkor plusz még 600-700 ezer háztartás elérhetővé válik a katolikus televízió. Ez egy nagy szó, gratulálok az elért munkához. És akkor menjünk azért egy picit tovább, mert hogy éppen a Michael Warsaw, a nagy világcsaládnak az elnöke mondta, hogy hát nem kell megállni, tehát hogy minden platformon igyekezzünk ott lenni, hiszen ez a dolgunk, hogy az evangéliumot a lehető legtöbb felületen terjesszük. És hát itt közben viszont azt is látjuk így éppen most a nagy küzdés folyik a Netflix-el, de a napokban indult el a Disney+, és akkor versenyeznek a nagy, úgy mondják, hogy a streaming szolgáltatók. Ez ugye inkább film, tehát szolgáltatásokról beszélünk, de maga a stream, tehát az internetes szolgáltatás, az ugyanúgy a televíziókat is érinti. Mindig beszélünk erről, és egy kicsit soha nem mondtuk ki, hogy azért a Bonum TV 6-7 évvel, amikor indult, akkor meghaladta a korát. Ugyanis ő pont akkor mint vezetés. 6-7 éve, igen. Tehát 10 éve. De akkor nem volt még az elhatározás, hogy menjünk kábel tévére. Az nem volt, valóban. És azért mondom, úgymond vissza kellett lépni. Tehát vissza kellett lépni egy olyan technológiára, ez a kábel tévés technológia, ami akkor még akkor volt elérhető, és akkor senki nem nyitott még az online streaming, az online tartalom felé, és most látszódik az, hogy most viszont már megint elkezdődik, ugye itt kimondtunk dolgokat, de az HBO Go, tényleg a Netflix, a Film Plus, mindenki most kezdi azt megcsinálni, amit annó már a Bonum megcsinált, és jelenleg is jelen van. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mert az Itt-Ott TV-be, az IPTV-be és nagyon sok helyen elérhető az online tartalma. A Magyar Telekomnak a szolgáltatája, a Go TV. Igen, TV Go-ban. És egy nagyon jó példa, én nem rég értem vissza a síelésből, és én meg tudtam nézni, én rá szoktam azért persze mindig nézni a csatornára, a műsorokra, és a határon túl... Abszolút foghatóak. Nagyon jó. Való így van, mert hogy annak idején, tehát 10 évvel ezelőtt az a döntés született, hogy internet alapon induljon el a csatorna. De akkor még nem működött, de akkor még nem lehetett mindenki kihez eljutni, és most kényszerpálya volt, hogy vissza kellett jönni nem azt mondom, hogy elavult, de a régi technológiák világába, ami most persze, most azért beszélünk itt, mert ezek folyamatosan átalakulnak, de hát úgy látszik, kell tíz év, még valószínűleg még további évekre van szükség, viszont a katolikus.tv-n viszont teljesen díjmentesen ugyanúgy elérhető az adás. Tehát is hál' Istennek, hogy ott most már, ott is azt lehet mondani, hogy óriási technikai háttér van, hogy a lehető legszélesebb követően kiszolgál. És rengeteg plusz lehet ilyenkor adni. Ugye a tévé elé leülünk, folyamatosan az online adást tudom nézni, de egy ilyen applikációval meg tudok nézni, régebbi műsorokat vissza tudok nézni, egyéb információkat, háttérinformációkat, tehát a tévének a weboldal is, hát ez egy hihetetlen tartalommal feltöltött, nagyon-nagyon-nagyon jó oldal, ahol a hírek meg tudom nézni, lemaradt műsorokat, amiket én elszalasztottam esetleg, és mégis kíváncsi vagyok rá, és ezek akkora pluszok, hogy emiatt én azt gondolom, hogy a klasszikus kábel tévézésnek, nem akarok éveket mondani, hogy mennyi ideje van hátra, de
de fordulnak el az emberek tőle, és az internet felé mennek, hát, és az IPTV hát felé, és a digitális tévé. Maga a tartalmakat már könnyebben tudjuk fogyasztani, tehát könnyebben el tudjuk érni, hiszen a videótárakból újra elő tudjuk csalogatni. Ez ilyen szempontból jó, mert hogy van egy jó pár olyan, azt lehet mondani, örökzöld tartalom, amit érdemes újra és újra meghallgatni, Barsi Balázsokat, vagy bármelyik Szentatyának a tanításai. Viszont ugye sokan föltették a kérdést, hogy miért az EVTN és a világcsalán, mert hogy nagyon-nagyon fontos, hogy összetudjon fogni a világban azok a katolikus stábok, személyek, akik ezt gyártják, mert hogy tudnunk kell fölvenni a nagyokkal a versenyt. Tehát, hogy most csak azért, hogy valóban kiukadjak, tehát ha amit nem tudtunk eddig megoldani, most meg tudjuk oldani. Ilyen többek között mondjuk a torontói szentmise közvetítés. Ha említetted az Itt-Ott TV-t, amit, meg az minden egyéb más applikációt, mennyire, vagy az otthoni tv.hu, valami hasonló, tehát hogy ez mennyire mondjuk elterjedt, mennyire ismerik a fogyasztók? Itt számadatokkal nem fogok tudni szólni. Nem, nem is gondolok, majd megkérdezzük tőlük a legközelebb. Megint egy személyes példát szeretnék mondani. Az egyik tévészolgáltatónál volt előfizetésem, aki adott hozzá applikációs használatot is. És teljesen mások miatt, egy technikai dolog miatt sajnos váltanom kellett odahaza szolgáltatást, és ő neki nincsen applikációja. És akkor jöttem rá, hogy azért lehet, hogy hiba volt váltani, amikor én a pedemről a konyhába szoktam nézni a csatornákat, és hát ezt nem tudtam megtenni, és most el kellett kezdenem nézni, és különben pont az Itt-Ott TV volt az, a tévézés már egyre mobilabb. Tehát, hogy úgy, mint ahogy régebben a rádiónál, ugye a kocsiba hallgattunk rádiót, Walkmanről hallgattunk zenét és rádiót, most már a tévénél is az van, hogy az ember ül a buszon, és a tömegközlekedésen, és nézi az adott online tartalmat, amit meg akar nézni. Én azt gondolom, hogy nincs más út, tehát hogy nem működik már az, hogy egy kábelhez legyünk kötve, és az alapján tudjunk tévét és tévécsatornákat nézni. Közben itt nézem én is, most ha nem tudom, a kollégák meg tudják mutatni, akkor pont az Itt-Ott TV-t, tehát legfőképpen azoknak, akik mondjuk akár Kanada, Amerika szerte néznek bennünket. Tehát hogy való igaz, tehát hogy itt tényleg, tehát itt van a Bónumnak is az adása, az ATV, meg az összes többi mellett, ez óriási ilyen szempontból, és éppen most azt is megnéztem, hogy itt is az alapcsomagban vagyunk benne, tehát hogy nem tudom mennyire sikerül ezt így, hát meg közben viszont, tehát itt rengeteg adó van, én örülök, hogy a CNN-nel egy kategóriában is ott tudunk lenni, tehát, és hát itt közben nézem, hogy mennyi magyar csatorna vált elérhetővé, tehát a határon túli személyeknek. Sokszor beszélgettünk róla, de én a következő találkozásra ígérem, ugye a nagyobb kábel-tv szolgáltatóknak már van ilyen OTT szolgáltatása, a TAR-nak, a PR-nek, utána nézek, hogy körülbelül milyen arányba, megpróbálok információkat begyűjteni, milyen arányba használják és nézik, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon bővülő történet. Igen. Pont a sétatévésekkel voltam a hétvégén. Sétatévé, ez a szerkesztése. Mondták, hogy mai adást nézni fogják különben, úgyhogy bent elviekben a szerkesztés közben megy. És természetesen különben ők a háttérrendszereket csinálják, pont a Tarkábel TV-nek és a PR Telekomnak is, ha jól tudom, és még pár cégnek csinálták ezt az OTT szolgáltatást. Az, hogy egyáltalán elérhető. Így van, hogy a felhő alapból tudják majd utána nézni, és őtőlük szerint fogok tudni információkat kérni körülbelül a használatról. Tehát merre tartunk? Tehát arra, hogy érdemes figyelni ezeket a felületeket. Ha jól értem, akkor egyre több ilyen felületen vagyunk elérhetőek, de maga az adásunk, maga katolikus.tv-n is most már regisztráció és teljesen díjmentesen elérhető. A kábel szolgáltatók legnagyobb örömére, tudom, hogy erre most nem kéne beszélni, de hát ez is a
a része. Én azt gondolom, viszont... hogy van, amit nem lehet megállítani. És ez az fejlődés, a haladás. Úgyhogy, ez... Csak ha most Kanadából elindulnak az élő közvetítések, akkor ezt akár akkor így a kanadaiak is akár tudják nézni. Így van, természetesen. Tehát, hogy régebben még pont a szerzői jogok miatt úgynevezett ilyen geofiltereket használtak. Egy bizonyos dolgban lehetett is ezt megérteni, tehát hogyha valaki megveszi az adott országra egy akármilyen sportközvetítési jogot, akkor ezt a másik országból ne lehessen elérni. Szerencsére a Bonum TV-nél nincsen ilyen, mert majdnem minden tartalom saját készítés, és mindenféle jogot. A jog. Így van a szerzői jogokat, hogy ne legyenek korlátok, hogy tényleg bárhol, ahol internet hozzáférés van, ott igenis a csatorna az valamilyen úton, módon elérhető. Talán ez az a beszélgetés, ahol most már tényleg így le tudjuk tenni a pont, és azt tudjuk mondani, hogy ma már nincs olyan terület, ahol ne lehetne elérni a csatornánkat a műholdon, interneten, kábelen, mi van még. Tehát azt hiszem, nagyjából felsoroltam mindent. Igen. Tehát, hogy a földfelszíni frekvencia, bocsánat, tehát a földfelszínünk is ott vagyunk. Van. Úgyhogy, hát Miklós, ezúttal is gratulálunk neked, és köszönjük ezt a hihetetlen szolgálatot, hogy ezt így sikerült egy csomagba, egy kalapba összegyűjteni. De hát természetesen akkor az új világban is további jó munkát kívánunk neked, hogy ez menjen tovább, mert hogy óriási szükség van rá. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen.